Sziasztok! Beszéljünk kicsit az utópárlatról. Ugyanis az előpárlat elválasztásról már számtalan videó készült, azt már elég alaposan kitárgyaltuk, viszont az utópárlatról még egy szó sem esett, pedig ez a nehezebb ügy. Aki próbálta már ilyen osztopos főzővel, az talán meg tudja erősíteni, hogy az utópárlat az a nehezebben kezelhető téma. Honnét tudjuk, hol az utópárlat, mikor kell elválasztani? Hát alapvetően két fő szempont van, az egyik az oszlop viselkedése, a másik pedig az íz. Megpróbálom először az oszlop viselkedése irányából elmondani, hogy nekem mi jött be arra nézve, hogy maga az utópárlat mikor érkezik, mikor kell odafigyelni rá, és aztán talán egy picit az íz vonalán is próbálok egy-két tippet, tanácsot adni, ami nekem bevált. Hát, ha hasznát veszitek. Maga a gép viselkedéséről, ugye, amikor fogy az alkohol a cefréből, akkor egyre nő a forráspontja a cefrének, emiatt folyamatosan növelni kell a fűtést a gázcsap nyitásával, emiatt pedig nő az üsthőmérséklet vagy a sisakhőmérséklet. Itt láthatjátok, hogy gyakorlatilag most már olyan 97, majdnem 98 fokos a sisakhőmérséklet, tehát már a nagyja kijött a cefréből, itt már tényleg a végét járja a dolog. Ez az egyik szempont, amit érdemes nézni, hogy az üsthőmérséklet, ha már 97-98 100 fok között mozog, akkor ugye már nem sok marad benne. Viszonyításképpen 84 fok környékén szokott elindulni, tehát 84 fokos sisakhőmérséklet körül szokott megjelenni a középpárlat. Aztán a másik nagyon fontos jel, amit az ember könnyen észrevesz, az az, hogy adott fejhőmérsékleten már nincs kifolyás. Tehát ha jellemzően az én oszlopomon ilyen 80-81 fok között lehet tartani a középpárlati gyűjtést szinte végig, aztán amikor mondjuk 81-81 fél, maximum 82 fokon már nem lehet tartani, illetve lehet, csak akkor ugye megszűnik a középpárlat csöpögése a gyűjtőedénybe. Tehát amikor már nem folyamatos a kifolyás, hanem csak csöpög, vagy éppen hogy csak valamennyi gyűlik az edényben, akkor az ember ugye kénytelen visszavenni a hűtővízből, vagy tovább növelni a fűtést, és ennek hatására ugye nő a fejhőmérséklet, és amikor egy adott fejhőmérsékleten már nem jön több párlat, akkor ezt ismétli egészen addig, amíg el nem jut egy olyan fejhőmérsékletig, ahol már egyértelműen utópárlati komponensek jönnek. Ez nyilván konstrukciótól függ, az enyémen ez nagyon változó, hiszen ez a cefrétől, a gyümölcs típusától, sok mindentől függ, de én azt vettem észre, hogy 85 fokos fejhőmérséklet fölött már szinte biztos, hogy utópárlatról beszélünk. Van olyan, ahol már ennél alacsonyabb, és van olyan, ahol ennél magasabb hőmérsékletnél jelentkezik az utópárlat. Tehát nem is a konkrét hőértéket érdemes nézni, a Celsius fokot, hanem azt a tényt, hogy a normál középpárlat gyűjtés az adott hőfokon már nem megy, folyamatosan lépkednünk kell fölfele a fejhőmérsékletet illetően, azért, hogy egyáltalán a folyamatos kicsöpögést, a folyamatos párlat folyást a gyűjtőedényre produkálni tudjuk. Tehát ez egy nagyon fontos indikátor annak, hogy lassan vége a bulinak, lefőtt a kávé, vagy lefőtt a cefre, és emiatt oda kell figyelni. És ugye itt jön a második szempont, még egyszer elnézünk azért a sisakhőmérőre, ugye látjuk, hogy majdnem 98 fok. A másik szempont pedig az íz. Gyakorlatilag soha ne hőfok alapján menjünk, mindig kóstoljunk. Ebből a szempontból ugye előnyös, hogyha van egy mintavevőcsapunk, amiről közvetlenül tudjuk a lefolyó párlatot kóstolni. Ha már érezzük azt, hogy a viselkedéséből az oszlopnak, az üstnek, hogy közeledik a középpárlati rész vége, jön az utópárlat eleje, akkor sűrűn kóstoljunk. Semmi más nem segít. És mire figyeljünk kóstoláskor? Hát van egy nekem bevált taktika, ez pedig az, hogy ne az illatra koncentráljunk. Az oszlopos pálinka főzőnek van egy olyan jó és egyben rossz tulajdonsága, hogy végig illatos lesz. A lejövő párlat az az utópárlat elején is még hordozza a gyümölcs illatát, emiatt megtévesztő lehet az ember, azt mondja, hogy ez még finom gyümölcsillat, ez is mehet bele.
fókuszáljunk inkább az ízre. Kóstoljuk meg, és hogyha nem friss gyümölcs ízt érzünk, hanem már egy kicsit olyan fáradt, kevésbé jelleges, kevésbé üde, és kevésbé egyértelműen az adott gyümölcsre emlékeztető ízt, akkor az már utópárlat. Hiába van benne a gyümölcsnek azért a karaktere, ha az nem az az igazi, friss gyümölcs, akkor az már valószínűleg utópárlat. Ezzel kapcsolatban szintén van egy jó taktika. Érdemes azt csinálni, hogy az ember az egyik gyűjtőpohárba eltesz a középpárlat elejéről valamennyit, letakarja egy zsebkendővel, bármilyen vászonnal, műanyaggal, és elteszi külön. És aztán, amikor a középpárlat végén jár, akkor a mintát összehasonlítja az eltett, a középpárlat elejéről eltett mintáról, és egyből látszani fog a különbség, mert a középpárlat elején gyűjtött minta friss, szinte ilyen roppanó gyümölcs illata és íze is van, miközben az utópárlat határán már egy inkább ilyen fáradt, enyhén, fazékízű, kevésbé karakteres ízt kapunk. Ilyenkor kell abba hagyni a középpárlat gyűjtését, mert utána már, ami érkezik, az elrontja azt az igazi, markáns íz és illatvilágot, ami miatt az egylépcsős oszlopos pálinka főzőt szeretjük, tehát hogy az attól lesz egy kicsit kevésbé karakteres és tompa a párlatunk, miközben egy ilyen berendezéssel pont az a cél, hogy a gyümölcs lelkét, friss lelkét gyűjtsük össze, ami friss, üde, jellegzetes, és nincs benne semmi olyan savanykás, kesernyés, jellegtelen íz, ami egyébként a gyümölcsben sincs benne. Talán ezzel érdemes próbálkozni, tehát kóstoljatok, mindenképpen kóstoljatok, folyamatosan kóstoljatok, és arra is figyeljetek, hogy az illat becsapós, figyeljétek az oszlop viselkedését, és esetleg kóstoljátok össze a középpárlat elejét a középpárlat végével, és ahol már nagyon nagy a különbség, ott érdemes megállni.